Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következenek kiemelt híreink röviden. Szentendre és vidéke praxis közösség, Budakalászon járt a szűrőkamion. Szent István telepi sportpark, hétfőn adják át a szabadtéri fitness teret. Táborok, belföldi-külföldi nyaralás. A budakalásziakat kérdeztük a nyári időtöltésről. Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramjának utolsó állomásaként június 26-án pénteken Budakalászra érkezett az ország szűrőkamionja. Az orvosi vizsgálatokra előzetes regisztrációval lehetett jelentkezni, amelynek koordinálását a Szentendre és Vidéke Praxis közösség végezte. Az egészségügyi szűrőprogram népszerűségét jelzi, hogy nagyszámú előregisztráció érkezett, ami komoly kihívás elé állította a Szentendre és Vidéke Praxis közössége munkatársait. A különböző vizsgálatokon meghatározott számban vehettek részt a jelentkezők, amely pontosabb és alaposabb felmérést tett lehetővé az eltérő egészségügyi problémák kiszűrésére. A nagy érdeklődésnek is köszönhetően a programot dr. Gál Katalin belgyógyász háziorvos, a Szentendre és Vidéke Praxis közössége munkatársa is sikeresnek értékelte. Nincs tumultus, mindenki ráérősen, alaposan át tudja beszélni a dolgokat, és ez a lényege a szűrésnek, hogy olyan információkat tudjunk adni az embereknek, nem mondok direkt betegeket, hiszen egészségeseket várunk főleg ide, akik nem tudják magukról, hogy esetleg van valami olyan eltérés, amire oda kell figyelni, hogy ne legyenek betegek. És ez így sokkal rugalmasabb, sokkal gördülékenyebb, úgyhogy minden szempontból az előjegyzésnek ilyen helyzetben, ahol ilyen sok embert kell megpörgetni, helye van. Nagyon sok tanácsadó van különböző témáknak, ugye az étrendtől, amit hallottunk, a tejcukor érzékenységig, sok lehetőség van olyanokat kérdezni, akiket máskor nem tudunk, illetve akiket tudunk, mint ahogy ugye mi is kivonultunk és itt vagyunk, sokkal ráérősebben, nyugodtabban, lazábban meg tudjuk beszélni, mint bent a rendelőben. A szervezőknek komoly kihívást jelentett a helyszínen a koronavírus miatti egészségügyi szabályok és előírások betartása, de a biztonsági óvintézkedések alkalmazásával nem merült fel fertőzés veszély. A szakemberek a vírussal szembeni védekezésre is felhívták a figyelmet. A járványveszély az igazából fönnáll, csak nem tudok vele szembesülni, nehéz úgy elfogadni, hogy mi a fenének hordjak maszkot, amikor nincs semmi bajom, meg a rokonságomnak sincs, meg az utcának sincs, és ebbe a helyzetbe tulajdonképpen az a jó, hogyha megtanuljuk a fegyelmet. Mert amikor viszont élesbe megy a dolog, és beindul egy-egy gócban, az nagyon sok tragédiát visz. Nem csak annak, aki covidos lesz, hanem azoknak, akik nem jutnak megfelelő ellátáshoz, vagy akinek a családtagját úgy viszik kórházba, hogy nem tudja látogatni. Ezek a problémák nagyon kemények, de sok embernek nincs meg a családi emlékezetében, hogy mit jelent a háború, mert egy kicsit sokkal enyhébb formában, illetve hát akik covidosok lettek és bekerültek a lélegeztetőgépre, azoknak nem enyhe formába, de igazából egy biológiai háborút éltünk túl, ha túléltük, ha nem most kezdődik a második felvonás, nem tudjuk. A bizonytalansághoz pedig nem lehet alkalmazkodni, de fel kell készülni a legrosszabbra is, ami soha ne legyen. A védekezéshez a legfontosabb, hogy a saját immunrendszerünket tartsuk karban. Tehát amikor most már lazult, akkor igenis be kell pótolni azt, hogy szabad levegőn legyünk, be kell pótolni a mozgást, be kell pótolni a zöldségeket, a gyümölcsöket, fel kell dolgozni ezt a bezártságot, hogy éltük át, ha kell pszichológusnak, vagy bárki más lelki támasz segítőnek a segítségét kérni kell, fel kell készülni arra, hogy erősek legyünk akkor is, hogyha más körülmények közé kerülünk, mert hiszen, ha jó belegondolunk, nagyon elkényelmesedtünk. A kézmosás fontossága az most már beépült, remélem, hogy az emberek nagy részének, sőt mindenkinek az agyába, hogy kezet mosni kell, nyilvánvaló. Aztán azon belül elképzelni valakit egy termálfürdőben, maszkban, másfél méter egymástól, hát nem tartom életszerűnek. Van rizikója, de figyelni kell, hogy hova megyek, van-e ott beteg, van-e ott valaki kórházban, tehát de nyilván figyelni kell, hogy mit hallunk a rádióban erről a témáról, hogy nyilván ahol gócpont van, vagy ahol több megbetegedés van, arra a tájékra inkább ne menjünk, máshova menjünk. A szűrőprogramon résztvevők a vizsgálatok hasznosságát és fontosságát emelték ki, mivel a megelőzés bármilyen életkorban nélkülözhetetlen. Manapság az embernek jó érzés tudni, hogy hibátlan állapotban van, illetve
időben el lehet kezdeni a prevenciót, hogyha mégsem. Egy csomó minden vizsgálat volt, amit műszeresen, hihetetlen a technika különben, meg lehetett csinálni. Azt mindvégig jártam. Szokott egyébként az egészségére figyelni, vagy mit szokott megtenni az egészsége érdekében? Hát az egyetlen, amit igazán megteszek, az a mozgás. Mit szokott mozog? Hát ha lehet, akkor úszom, és hát séta, túra, ilyesmi. Mi így vagyunk szocializálva az egészségklubban, hogy bármiféle szűrő alkalomban, akkor az embernek oda illik elmenni. És a Szentendrei járási egészségfejlesztő irodától tudtuk, illetve ők szóltak, hogy az egészségklub tagok is figyeljenek oda, mert jön ez a szűrőkamion, és éljünk a lehetőséggel. Én nem gondoltam volna, hogy itt fél óra alatt az embernek ennyi minden értéket meg tudnak mérni, a vércukortól, a koleszterinen át, a látását, a kardiológia, a test összetételét. Itt kiderül a plusz súly, a hidratáltság foka, úgyhogy itt le lehet bukni, ha az ember nem úgy él, ahogy illene. Az egészségklubban muszáj figyelnünk, mert azért egészségklub, nagyon sokat mozgunk, tehát a mozgás az heti több óra aktív és irányított mozgással telik minnyájunknál. Étkezésre figyel az ember, arra, hogy aludjon rendesen, arra, hogy ne idegeskedjen feleslegesen, tehát próbálunk egészségesen és egészségtudatosan élni. A Szentendrei és vidéke praxis közössége kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a nagyszámú regisztrációnak is köszönhetően minden helyszínen részt vegyenek a programban, és magas színvonalú tanácsadást biztosítsanak. A hatékonyabb vizsgálatok érdekében a Szentendrei és vidéke praxis közössége emellett tanácsolni fogja, hogy a jövőben a szűrővizsgálatok előregisztrációhoz legyenek kötve. Gerőcs Katalin, a Szentendrei és vidéke praxis közössége projektvezetője azt is elárulta, hogy idén láthatjuk-e még a szűrőkamiont. A regisztráció még a gyerekprogramokra is úgy működött Szentendrén, hogy az iskolai osztályok be volt osztva, hogy 9 óra 30-ra jön egy osztály, 9 óra 10 órára jön a másik osztály, ugyanis ezt lehet szabályozottan, minél több gyereket, embert lehet megnézni, hogyha a rendszer szerint jönnek. Természetesen, aki váratlanul jön, mert olyan, akkor vagy azonnal, ha van kapacitás, vagy kicsit várni kell, addig nézelődik, majd nézzék meg itt, ennyiféle érdekes kiállítani dolog van, akkor ők várnak egy kicsit a sorukra, de mindenki kap valamilyenféle tanácsot, ellátást. Én nem hitegetnék senkit, majd miután ugye egy 3 hónapos csúszás van, tehát azok a programok, amik márciustól kezdődtek volna országosan, azok elcsúsznak. Tehát így a kamion decemberig fogja beütemezni az én tudomásom szerint az utat. Az egy külön kegy és külön szerencse, hogy ezt meg tudtuk egy hétig itt csinálni. Tehát én azt mondom, hogy ebben az évben ne számítsunk rá már. Jövőre viszont van ígéretünk, hogy szintén egy-két napra meg tudjuk oldani. Nem tudom, hogy pontosan hova. Tehát ez idén még korai lenne megmondani. Törekszem arra, hogy amennyire lehet, próbáljuk meg legalább a nagyobb településekre elvinni a kamiont. Felavatják július 6-án, hétfőn 18 órakor a Szent István telepi sportparkot a Széchenyi és Martinovics utca sarkán. A korszerű szabadtéri fitnessgépeket Vég Attila, a Kalásúli Általános Iskola intézmény vezetője és testnevelő tanára mutatja majd be, valamint rögtönzött testnevelés órát is tart az érdeklődő budakalászi sportbarátoknak. A budakalásziak egészségének megőrzését szolgáló sportpark a házi rend betartása mellett ezután szabadon látogatható. A rendhagyó tornaórán és az átadón résztvevők ajándékkulacsot és frissítőt is kapnak. Idén sokan csak belföldi nyaralásra készülnek a járvány miatt, de vannak olyanok is, akik bevállalnak egy külföldi utat. A kisgyermekes családoknál a nyári táborok dominálnak, ezt mondták az általunk megkérdezettek az Omsk-tónál. 98 napig tartott a veszélyhelyzet Magyarországon. A világjárványa a szembeni eredményes védekezés érdekében bevezetett rendkívüli jogrend végén változtak a határátlépésre vonatkozó szabályok is. Így június 18-ától a magyar állampolgárok mentesülnek a karanténba vonulás kötelezettsége alól, ha az Európa Unió tagállamaiból, valamint Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Izlandról térnek haza. Ettől függetlenül az előző évekhez viszonyítva kevesen gondolkodnak külföldi nyaralásban idén. Ki hogyan tölti a szabad idejét a jó időbe köszöntével?
Erről kérdeztük a budakalásziakat. Most nem megyünk külföldre, megyünk a Balaton felvidékre kétszer egy hétre. De egy nagyon kedves útvonalunk, amit nejem most nem említett, hogy minden évben egyszer-kétszer körbejárjuk a Velencei tavat. És az aztán hegyes is, völgyes is, vendéglők is vannak körbe, úgyhogy nagyon szép útvonal. Levisszük a kocsival a kerékpárokat Velencére vagy Pákozra, és akkor utána körbe csalinkázunk a tó körül. Valamikor ott nyaralunk is volt, de azt már eladtuk, de nagyon szép az is, mindenkinek tudom ajánlani. Nekem majdnem minden hónapban elmegyek Hévízre vagy Balatonra, beülök a kocsiba, aztán lemegyek úszni, és akkor most biciklizek, de majd lehet, hogy egy gondolat, és akkor már irány Hévíz. Tervezünk, valahol tengerpartra szeretnénk menni júliusban. Nem félnek attól, hogy esetleg visszajön a járvány? De félünk, hát ahogy hullámzik az időjárás, úgy visszahullámzik ez a vírus is. Hát igyekszünk olyan helyre menni, ahol meleg lesz. Lehetőleg otthon, de lehetséges, hogy hát megyek nyaralni ugyanúgy külföldre akár, nem tudom. Szerencsére nem kell elhagyni Magyarország határait ahhoz, hogy a természetben gyönyörködjünk, vagy csobbanjunk egyet. Ezért sokan a saját környezetükben töltődnek. Jó a környezet, és imádom, hogy leülne egy kicsit pihenni meló után. Ide ritkán, inkább a Velencei túra járok. Csak most nem volt időm oda lemenni. De idén még most vagyok itt először. Este fele egyet biciklizek, aztán kettőt meg sétálok, és akkor én akkor érzem jó magam. Nem csak az Omszkitól, az egész környéken szoktunk járni biciklizni, Dunaparton, úgyhogy már elég idősek vagyunk, de azért még ezt azért csináljuk. Akkor gyakran sportolnak, mi a kedvenc helyszínük? Igen. Hát itt az egész Pomás-Szentendre környéke. Hegyes, völgyes terület inkább? Hát most már, hogy elektromos kerékpárunk van, most már megy egy kicsit a dombosabb, de egyébként a sík. Korábban. Akkor bevállalnak nagyobb túrákat is? Hát mondjuk azért hegyekben nem, de olyan 25-30 kilométereket szoktunk egy alkalmanként menni. Az nagyon szép, akkor egész napos túrát tesznek. Mivel színesítik ezt a túrát, megállóhelyekkel? Megebédelünk valahol, például ma kint voltunk Kisorosziba, ott ebédeltünk, úgyhogy a fogadóba. A kisgyermekes családoknál a nyaralás mellett a nyári táborok is fontos részei a szünidőnek. Nincs ez másként a nagy családban sem. Már benne vagyunk a nyárban, túl vagyunk egy táboron, egy bogja tábor volt Csillaghegyen, azt élvezték a gyerekek, már kérdezik is, mikor mennek a következőbe. A következő héten itthon lesznek, lesz a budakalászi cserkésztáborba megy a nagyobbik lányom, két hét múlva, az ott lakásos, bennlakásos lesz, egy hét, meg még egy legótábort is tervezünk. Úgyhogy ez lesz. A többi időben pedig játszótér, séták, ilyesmi. Változó tehát, hogy belföldön vagy külföldön töltjük a szünidőt. A lényeg, hogy szerezzünk élményeket a nyár folyamán, használjuk ki a jó időt, és gyűjtsünk erőt az őszre. Megújult a Budakalászért közalapítvány. Dr. Göbő Richárd polgármester új tagokat, elnököt és felügyelő bizottsági tagokat kért fel a szervezet kuratóriumába. Fontos célkitűzés, hogy a közalapítvány ne csupán az önkormányzat által adott pénzekből működjön és támogassa az arra érdemes kezdeményezéseket, hanem cégek, magánszemélyek megkeresésével külső forrásokat is vonjon be a közhasznú munkába. Legyen motorja a helyi közösségi élet megújulásának. Első programjukként olyan támogatást dolgoztak ki, melyben rászoruló budakalászi családok 16 évnél nem idősebb gyermekeinek táborozási költségeire nyújthattak be igényt június 19-éig. Olvasható a Budakalász város honlapján. A közalapítvány elnökének dr. Deutsch Norbertet, valamint a szervezet további tagjainak Andrejszki Juditot, dr. Szabó Zsuzsannát, Kamp Alfredot és Köves Ferencet kérte fel a városvezetés. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a naposabb időszakok mellett többfelé is kialakulhatnak záporok. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel. A legmelegebb órákban 29-35 fokot mérhetünk.
Adásunk végén következenek legfontosabb híreink még egyszer. Június 26-án pénteken Budakalászra érkezett az ország szűrőkamionja. Az orvosi vizsgálatokra előzetes regisztrációval lehetett jelentkezni. Felavatják július 6-án hétfőn 18 órakor a Szent István telepi sportparkot, a Széchenyi és a Martinovics utca sarkán. Megújult a Budakalászért közalapítvány, elnökének dr. Deutsch Norbertet kérte fel a városvezetés. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Nézzék továbbra is a TV Budakalász műsorát, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu per TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!